Egyre több helyen bukkan fel a magyar származású amerikai spekuláns milliárdos Soros György 30 évvel ezelőtti elemzése, amely arról szólt, hogy Oroszországot le kell győzni, és ehhez a véres harchoz a kelet-európai emberanyagot kell a frontra küldeni, mert az csökkenteni a nyugati NATO országok számára a hullazsákok számát. A cikket idézte a magyar miniszterelnök Orbán Viktor, valamint a jobboldali sajtó, de például a Telex szerint nem igazak az állítások. Mit gondolt Oroszország legyőzéséről Soros György, és mit gondol az ukrajnai háborúról most? Ennek jártunk utána a rendkívüli hírek podcast sorozat jelenlegi adásában. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál, Kulifai Máté. Ebben a podcast sorozatban rendkívüli hírek, cikkek, események hátterét igyekszem megvilágítani. Ha nem szeretne lemaradni a folytatásról, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornára, az értesítéseket pedig a csengőgomb megnyomásával tudja beállítani. Ormán Viktor a szokásos pénteki Kossuth Rádiónak adott interjújában tért ki az ukrajnai háborúra és az orosz támadás megindításának első évfordulójára. Ebben a következőket mondta, idézem. Én is láttam azt az írást, amit Soros György publikált talán 92-93-ban, ahol arról beszélt, hogy az oroszokat előbb-utóbb csak le kell győzni, és a hidegháború vége ebből a szempontból csak fél munka, tehát katonailag is le kell majd őket győzni és miután a nyugati demokráciák rosszul viselik, hogy a polgáraik meghalnak egy tőlük távoli területen folyó háborúban, ezért majd a kelőtt európaiakat kell beküldeni, odadobni, rávenni, alkalmazni, hogy hát az ő vérükkel és az ő áldozatukon keresztül kell Oroszországot legyőzni. A miniszterelnök arra utalt, hogy Soros György 1993-ban írt egy tanulmányt, az egy új világrend felé kettős pont a NATO jövője címmel. Ebben az írásban Soros azt írta, hogy az Egyesült Államoknak nem kellene a világrendőreként viselkednie. Ha cselekedne, akkor másokkal együttműködve cselekedne. Mellesleg a kelet-európai élőerő és a NATO technikai képességeinek a kombinációja nagy mértékben növelné a partnerség katonai potenciáját, mert csökkenteni a NATO országok számára a hullazsákok kockázatát, ami a legfőbb korlátja a cselekvési hajlandóságuknak. Ez egy életképes alternatíva a fenyegető világrendetlenséggel szemben. Idézett vége. Ezt értelmezték sokan úgy, hogy soros lényegében ágyútölteléknek javasolta a kelet-európaiakat. Pontos hangsúlyozni, hogy a tanulmány megjelenésekor a NATO még csak 16 tagállamból állt. Magyarország csak a tanulmány megjelenése utáni 1999-es bővítési hullámban lépett be az egyébként védelmi katonai szövetségbe. Orbán egyébként az egész tanulmányt annak kapcsán említette meg, hogy ebbre egyre több olyan tanulmány, elemzés, kutatás jelenik meg az angol száz sajtóban, világban, ami azt pedzegeti, hogy a kelet-európai országoknak hozzá kell szokniuk a gondolathoz, hogy katonai erőt küldjenek az ukrán frontra, vagy ahogy a reporter egy brit történészt idézett, elviseli, hogy koporsóban jönnek haza lányai és a fiai egy idegen országból. A miniszterelnök ezzel kapcsolatban már sokadjára emlegeti, hogy komoly esély van arra, hogy a leopárt harckocsik és vadászgépek háború küldése után felmerül majd, hogy katonákat is küldjenek a frontra. Idézem. Nincs messze, amikor arról fog hallani a magyar közvélemény, hogy már vannak az asztalon olyan javaslatok, hogy békefenntartó erők vagy valamilyen katonai csapatok szükségesek lesznek Ukrajna területén. Ez a belesodródás logikus, következő lépése lesz majd. Erről szólt korábbi adásunk is a hajlandó koalíciójáról, mely feltételezés szerint az Egyesült Államok vezetésével megalakul oroszul ellenes országok olyan szövetsége, akik készek béke alatulatok címén haderőt küldeni Ukrajnába, ezzel kapcsolatban viszont Orbán hangsúlyozza, hogy azt csak a NATO-n kívül lehet megtenni, mert a NATO az egy védelmi szövetség, támadólag nem léphet fel. NATO tagállamok, ha akarnak, a NATO keretén kívül létrehozhatnak ilyen katonai szövetségeket, háborús szövetségeket, de nem rángathatják bele a, ebbe azokat a NATO tagokat, akik egyébként nem akarnak majd ebben részt venni, fogalmazott Ormán. Soros egyébként még egy helyen szóba kerül az interjúban, olyan befektetőként megemlítve, akik az emberek ellen dolgozva fektetik be a pénzüket. Orbán szerint ezek a spekulánsok halára keresték magukat az Európai Unió szankció, szankció, csomagokkal kapcsolatos döntésén, ezért a miniszterelnök szerint nagy hit kell ahhoz, hogy itt nem volt összejátszás a döntéshozók és a spekulánsok között. De visszatérve Soros György háborús gondolkozásához, a milliárdos az egy héttel ezelőtti Müncheni biztonsági konferencián fogalmazott meg nagyívű gondolatokat az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban. Ebben azt fejtegette, hogy ha a jelenlegi konfliktusban Oroszország veszít, akkor vége az orosz birodalomnak. A milliárdos szerint, amennyiben ez megtörténik, akkor többé Moszkva nem jelent fenyegetést Európára vagy a világra. Ez nagy és jó változás lenne, Soros szerint. Soros György egyébként azt is megfogalmazta a konferencián, hogy Joe Biden Zelenszkivel tárgyalva elmondta, hogy az Egyesült Államok kész a végsőkig támogatni Ukrajna harcát Oroszországgal szemben, viszont a támogatásuknak vannak vörös korlátai. Jelen esetben arra gondolhatott az amerikai elnök, hogy az Egyesült Államok nem fog katonákat küldeni Ukrajna területére, viszont ez azt is jelenti, hogy a fentiek függvényében más embererőt készülnek a frontra vezényelni. Ennek előjele lehet az is, hogy több kelet-európai, illetve közép-európai országban a sorozásnak, illetve a hadseregbe való létszám dúzasztásnak a feltételeit egyre jobban megváltoztatják úgy, hogy még több embert lehessen adott esetben megfelelő katonai helyzetben a frontra küldeni. A végső győzelem kitűzése egyébként, mint háborús feltétel, szintén azt vetíti elő, hogy egyhamar nem lesz béke az ukrajnai fronton, hanem várható, hogy a háború egyre jobban elmérgesedik, miközben egyre kevesebb olyan életerős, katonakorú férfi maradt Ukrajnában, akit a háborús frontra lehet majd küldeni. Köszönöm a figyelmüket, Kulifai Mátét hallották, a rendkívüli hírek podcast sorozatban különféle hírek, események, cikkek, hátterét igyekszem megvilágítani. Ha tetszett az elmúlt podcast, akkor kérem iratkozzon fel a Youtube csatornára, a sengőgomb megnyomásával pedig az értesítéseket is be tudja állítani. Minden jót kívánok!